Csütörtökön délelőtt közúti baleset történt Törökszent Miklóson a Kossuth-Lajos út 241 szám előtt. A főútról a környező utcákba terelték a forgalmat. Halálos kimenetelő közúti közlekedési baleset történt Törökszent Miklós belterületén csütörtökön délelőtt 10 óra körüli időben. Az eddigi adatok alapján egy elektromos kerékpárral közlekedő 63 éves férfi egy mellékutcából hajtott föl a főútra, ahol összeütközött egy személygépkocsival. A baleset következtében a kerékpáros a helyszínen életét vesztette. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a baleset bekövetkezését, pontos körülményeit és okát.